már. Kell egy vlog. Sziasztok! Ebben a videóban Minecraft parancsgenerátorokat fogok mutogatni. Korábban volt egy ilyen videó, ahol szintén hasznos oldalakat mutogattam. Ezt most úgy veszem föl, mintha az nem történt volna meg, tehát elképzelhető, sőt tudom, hogy lesz olyan, amit itt is meg fogok mutogatni. Mutogatni? De a lényeg, hogy azóta változtak az oldalak, voltak, amik már nincsenek használatban, meg jöttek azóta nagyon jó új oldalak. Úgyhogy én most ilyeneket fogok mutatni. Ugyanis rengeteg e-mailt kapok, hogy hogyan kell setblockot, summont, hogyan kell olyan falusit csinálni, amiknek ti határozzátok meg, hogy mit, mire cserél, és igazából ha ezekre rákerestek, akkor ott lesz az első találatok között egy generátor. Rengeteg mindenre van generátor, ne legyetek lusták keresni. Az első az egy ilyen fejgyűjtemény, ugye ilyen mutattam ilyet korábban, de ha jól tudom, akkor azok az oldalak már nem érnek, amiket ott mutattam. Úgyhogy most itt van egy új, nagyon-nagyon jó. Minden link egyébként ott lesz a leírásban, minecraftheads.com. Ide jöttök, hogy head database, és akkor szépen kilistázza. Itt van mindjárt mellett a kód is. Kategóriákban vannak sorolva, meg tegeket is kapnak, ami azt jelenti, hogy tök jól lehet őket keresni. Mondjuk mit szeressek? Szeressek egy medvét. Bár. Itt is van, ő nem tudom miért medve, de mondjuk ezt a aranyosat kiválasztom. Rákattintok, és akkor átvisz az oldalára, meg szavazni is lehet rá, hát ez fantasztikus. Itt van a szövegdobozban a kód, ezt ki lehet nagyítani, hogy jobban lehessen látni. Kijelöltek az egészet, és Ctrl-C, vagy jobb gomb másolás. Már előkészítettem egy command blokkot, ide a parancsba Ctrl-V, azzal be lehet illeszteni, done. És akkor aktiváljuk, és akkor kaptam egy ilyen gyönyörű maci fejet. A következő több parancsot is tartalmaz. Például nézzük a default generátort, van ilyen, hogy potion generátor. Tök jó, meg lehet adni a nevét, a leírást, csak két sor leírást lehet adni, de hát igazából ugye saját magatok tovább alakíthatjátok a kódot, hogy még több soros legyen a leírás. Itt van, hogy milyen effektek legyenek rajta, speed, meg haste mondjuk. Milyen erősségű ez, 3-as az, meg 1-es, milyen sokáig, hát ez mondjuk 3000 másodpercig, ez meg 1 másodpercig. Igen, itt sok effekt van. Milyen típusú parancsot szeretnénk. Egy stacket adjon. Egy summonnal, vagy give. Most minden sima give. Ó, itt közben össze is raktam nekünk a parancsot, tök jó. Van egy ilyen, hogy minify, akkor kicsit tömörebb lesz. Ezt most úgy kijelölöm, Ctrl-C. Itt le akarom csinálni az egészet, Ctrl-A-val kijelölöm, és ugye Ctrl-V. Oké, kérem. Igen, na ez azt jelenti, hogy ugye most 1.10-ben vagyok, az a parancs meg nem 1.10-re van felkészítve, de visszajövök és megnézem, hogy hát ha van valahol valami beállítás. Nem, szerintem ez 1.8-ra van, vagy lehet, hogy 1.9-ben is működik, nem tudom. De nem kell kétségbe esni, csak egy kicsit kell átalakítani a parancsot, vagy ugye rákerestek a neten, biztos valahol van olyan, ahol már van ilyen potion generátor 1.10-ben. Nézzük meg, milyen van. Tools and Weapons. Itt is szerintem könnyen meg lehet érteni. Név, megint két sor leírás. Milyen attribútum módosítások legyenek. Ugye, aki a kezében tartja, annak több legyen a max élete. Vagy gyorsabb legyen. Itt vannak enchantok is. Mi van még? Armor generátor. Igen, ez ugyanaz, csak páncélokkal. Item. Szintén. Aztán vannak itt special generátorok, például a villager shop, amit annyiszor szoktatok kérdezni, milyen falusi legyen, jó a farmer, lehet neki nevet is adni, de lehet csöndesíteni, azt is be lehet, hogy nem mozogjon, effektet is lehet neki adni, na hát, és akkor ugye itt van alul, hogy mit mire. Egy követ és egy ragadós dugattyút. Illetve nem, egy követ egy ragadós dugattyúra, igen, itt lehet a másikat beállítani, mondjuk ilyen sint erre, és akkor ugye a mennyiséget mellette, és közben írja a parancsot, ugye ezt ki kell máshol is berakni, tényleg nem nagy ördöngönség. Command sign generátor, ugye olyan tábla, ami valamilyen parancsot lefuttat. Ideírom az első sor szövegét, beállíthatom, hogy milyen színű legyen, és ide a parancsot.
Még ilyen effektet is lehet ugye rárakni, hogy félkövér legyen, dőlt, stb. Ez ugye első sor, itt van line 2, ez a második sor, és így tovább, és ugye alulra meg ugyanúgy termeli a kódot. Aztán prefilled chest generátor, ezzel olyan ládát lehet legyártani, amiben már lesz valamilyen tárgy. Hát itt van a chestnek a slotjai, ide kattintok, itt legyen egy ilyen agyag. És annak is nevet adhatom meg ilyesmi. Még azt is be lehet állítani, hogy ezt nem GIF parancsal szeretném, hanem summonnal. Az ugye egy tárgyat idéz meg. Ja nem, dehogy is, ez egy set block, de rossz, el van írva, haha. GIF-vel ugye egy ládát kapok, ami summonnak van írva, az valójában set block, tehát ugye oda lerakja azt a láda blokkot. Következő, ez az MC stacker, ezt sosem használtam, csak tudom, hogy itt is van egy rakás parancs. Lehet mindenfélét csinálni. Most nem akarok belemenni a részletekbe, látjátok, itt is van sok mez, amit csak ki kell töltögetni, és alulra pedig legyártja nekünk a kódot. Ennyi. Következő, ezt én szeretem ezt az oldalt, mert nagyon jó generátorok vannak itt oldalt. Skin Stealer, hát igen, ezzel skint lehet nézni. Mondjuk nem ez volt a legjobb túl, csak mutattam, hogy ez is van. Crafting. Ó, igen, azt hiszem ez azt fogja mutatni, hogy mi kell a kikraftolásához. Ott van. Flatware, na ez már tényleg egy hasznosabb. Mondjuk szeretnék ilyet, és itt összerakhatom a rétegeket. Hogy például ilyen föld az ne legyen itt, de mondjuk legyen ilyen dispenser itt. Tehát is szépen össze kell rakosgatni. Szerintem ugorjunk egy kicsit. Az Armor Color-t azt például szoktam használni, ez egy nagyon jó cucc. Mondjuk szeretnék ilyen narancssárgás páncélt. Generate crafting, és akkor itt alulra itt adja a kódokat, hogy sőt, még azt is, hogy hogyan kell kikraftolni. Itt alatta azt írja, hogy mennyire fog hasonlítani, ugyanis nincsen azért ennyiféle szín a Minecraftban, de a lehető legközelebb itt ezt kiadja nekünk. Tűzi játékot tudunk kraftolni, bannert, de ennek nem szoktam ezt a részét használni. Pajzsra is ugyanúgy van, mob generátor, zombi, és így mondja kitölthető mezők, milyen gyors legyen, stb. 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 Most nem megyek végig a többi, gyorsan a végére ugrok a text generatorsre. Itt többféle is van, mert hát többféle szöveget lehet írni a játékban, és ezt például tuti nagyon sokan fogjátok használni, ugyanis itt van például könyvgenerátor, ilyet is rendszeresen kapok kérdést, hogyan lehet ilyen és ilyen könyvet csinálni. Hát ide jöttök és itt beírjátok a szöveget, stb. 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 Mindenféleképpen formázzátok. Szerintem még parancsot is meg lehet adni, ez lesz azt szerintem. A click event, kijelölöm, click event, open URL, run command, go to page, melyiket szeretnénk. A go to page ugye lapoz a könyvben. Aztán az open URL az megnyit egy linket, a run command pedig lefuttat valamit, mondjuk egy kívet ide beírtok, vagy valami. Oké, és akkor megcsinálja. Még mutatja is, hogy van rajta valami, hát ez tök jó. Aztán van itt ilyen sign, ilyen táblagenerátor, tarot, ugye. Azt is elég sokszor kapom, hogy ilyen meg olyan terror parancsot hogyan lehet, itt van hozzá generátor. Aztán Planet Minecraftnak van egy nagyon jó banner gyűjteménye. Én szoktam minden válogatni, van kereső és az a jó benne, rengeteg minden van, például, hol az a kereső? Itt van, például beírom azt, hogy cat, valamilyen macskát, oké, akkor kardot szeretnék mondjuk. És akkor mindenféle kardot kapok. Ugye rákattintok, amilyen kód kell, még módosítgathatom is, és akkor GIF kód. És ezt kell bemásolni. Tök jó! Ennek az oldalnak egyébként van szerkesztője is. Innen például itt van egy edit current. Tudom vonszolni? Ja, ezért most látszódott, hogy vonszolom. De lehet teljesen újat csinálni, create new, és akkor kapok egy üres feletet, és itt össze lehet rakni. Néha szoktam módosítani egyébként bannereket, de nem itt, hanem a következő toolnál, ennél. Ez nekem valahogy kényelmesebb, jobban fekszik. Itt kiválasztom a szint, legyen zöld, legyen ilyen keret. Aztán legyen rózsaszín, és legyen ilyen creeper fej. Hopp, nem kattintottam rá rendesen. Még egyszer, így. Ugye itt sorolja fel a rétegeket, ez mégse kell, kitörlöm, és a sorrendet is változtathatom. Tök jó magától értetődő. Többféle parancs is van, mondjuk give-et szeretnék, akkor rányomok, hogy give, ha setblockot, akkor setblock. Stb. Még gyűjteni is, föl is lehet halmozni ezeket, rányomunk a plusz jelre, akkor azt ott megjegyzi. Csinálok egy másikat, ez nagyon jó, ezt is elmentem. Ide pedig írja, hogy mennyi kéne, hogyha ki akarnánk kraftolni. Mr. Garetto csinált egy nagyon jó kis eszközt, amivel armor stand építményeket lehet csinálni. Még sosem használtam, csak videókat néztem róla, és szerintem nagyon állat.
Arról van szó, hogy ugye az Almos Standen nagyon jó szobrokat lehet csinálni, és ez segít nekünk ezt könnyebben elérni. Például kérek egy követ. Hát ilyen követ kaptam, mert van ott egy ötös, kik egy nullásat is. Ugye ha megfogom a tengert, akkor azon mentén mozgathatom. Mit lehet itt? Lehet forgatni. Beforgatom így. Be lehet állítani, hogy mekkora ugye Almos Standen legyen rajta. Ez a solid, ez maga a blokk lesz. Ha ide nyomtok, akkor itt mutatja egyébként a rétegeket, és tök jókat össze lehet dobni, aztán generálunk egy kódot. Csíha. Hát természetesen szép hosszú lesz. Meg lehet nézni egyébként már elkészített ilyen Armor Stand építményeket, Popular Projects, és mit tudom én, nézzünk meg egy ilyen kompjútert. Tök jó. Ugye ebből generáltok egy parancsot, és ezt a játékba lefuttatjátok. Hát ezt most ki is próbálom. Na lássuk. Ó. Igen. Szóval ne legyen semmi a kommandok tetején, különben nem fog sikerülni. Behalok, de jól néz ki. Így élőben. Aztán a Novaskinnek van egy ilyen resource pack szerkesztője. Ezt sem használtam soha, de nagyon jónak nézett ki. Itt oldalt lehet kattingatni, hogy például én most a entitásoknak a skinjét szeretném lecserélni, az pont ez a farkasikon, és akit mutatja, hogy ez a könyvtárakban ez hogy helyezkedik el. Assets, Minecraft, Textures és Entity. Így lehet le egyébként lépkedni. Itt most a textúrák vannak, és akkor megyek a tárgyakhoz. És itt vannak a tárgyaknak a textúrái. De itt oldalt ugye gyorsabban lehet lépkedni, például ez a csákány lesz, a tárgyak pont ahol voltam, igen. Ez a páncél. Hát ez a páncélt lehet áttextúrázni. Úgyhogy ez is egy hasznos szerkesztőnek tűnik, én nem használtam, de ránézésre nagyon jó. Aki szeretne resource packet készíteni, annak tutira hasznos lesz. Aztán még egy resource pack szerkesztő. Gondoltam is rá, hogy ezekről külön videót csinálok. Ez egy letöltögethetős, ugye ezt most nem tudom így gyorsan megmutatni. Letöltögethetős, öcsém. Egy letölthető változat. Itt van valahol, download. És akkor ki lehet választani, milyen verziót szeretnétek. Itt egyébként látszik a felület. Ez is nagyon jónak néz ki. Azt hiszem egyszer már kipróbáltam, de nem nagyon csináltam még benne semmit. Aztán a BD Craftnak is van egy nagyon jól kinéző resource pack szerkesztője. Nem tudom, tudok-e róla képeket mutogatni. Itt van róla egy tutorial videó. Itt valamennyi látszik a szerkesztőből. Ez is elég jónak néz ki. Sok lehetőség van benne. Szóval érdemes kipróbálni, van fizetős változata is. Videó előtt keresgéltem, és találtam egy ilyen online modellkészítőt. Ez ugye resource pack, tehát ez nem armor standes, mint a Mr. Garatónak a túlja, hanem ezzel blokkokat lehet ugye áttextúrázni, vagy átmodellezni. De nem próbáltam ki, ideig jutottam vele, úgyhogy igazából még annyit se tudok mutatni, mint az armor standes túlban. De még egy túl resource pack szerkesztésre. Valamelyik héten tök véletlenül bukkantam rá erre az oldalra, nagyon megtetszett. Ez Minecrafthoz modelleket gyűjt. Tehát itt nem szerkeszteni lehet, hanem letölteni lehet. Például ez a kassa így egész látványosan néz ki. Még a verzió is ott volt, láttam. Ugye letöltitek és berakjátok a resource packbe, és ott lesz. Egyetlen gond van az oldala, hogy nincs túl sok modell sajnos, tehát most ki van választva mind, és így legörgetek, így, és összvisz ennyi. Itt a végen nincsen lapozás. Pedig nagyon tetszik az oldal ötlete, tényleg aki szeretne saját textúrát, de nem ért hozzá, vagy nem szeretne túl sok időt eltölteni vele, hiszen valaki már úgyis elkészítette, akkor az feljön és keres egyet. Hát ez a nyúlás zseniális. Az utolsó túl, illetve már ez sem túl, szintén egy ilyen modellgyűjtemény. Ezen így ránézésre több volt, ezt is videó előtt találtam. Ugyanis keresgéltem ilyen modellgyűjtős oldalak után. Én is szeretnék több Minecraft modellt használni, de sajnos egyelőre nincs túl sok oldal. Hát egy ilyen fél órás keresés alatt ezt a kettőt sikerült. Illetve ezt az egyet, ugye az előzőt, azt még korábban találtam. De ez is jól néz ki egyébként. Nem tudom mennyi van, de körül fogok nézni. Te állat! Feszítővas. Úgyhogy erre a videóra ennyi generátort szedtem össze. Nagyon hasznosak, mindenképpen használjátok meg. Egyébként is, hogyha valami olyan van, amit nem mutattam, de szükségetek lenne rá, mondjuk fill generátor, akkor azt írjátok be, nagyon valószínű, hogy fogtok találni.
Ezzel rengeteg időt megspóroltok magatoknak, én is szoktam használni ilyen generátorokat, és ennyi, igazából ezért jók ezek a generátorok. Ha esetleg ismertek még valami hasznos oldalt, eszközt, azt írjátok meg a hozzászólásokban, és ha én is olyannak látom, akkor berakom majd a leírásba. Ezeknek a linkjei mind ott vannak a leírásban. Akkor használjátok őket egészséggel, a kézikönyv óvjon.